Dr. Fodor Jánost teológiai tanulmányainak befejezése után 2002-ben szentelték pappá Debrecenben. Káplán évei alatt pasztorálpszichológiai szakon szerzett másoddiplomát, a doktori tanulmányait pedig a Gráci Egyetem teológiai karán folytatta, kisegítve osztrák plébániákon. Plébános volt Baktalórendházán és Gógánfán, miközben elvégezte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat krízis csoportjának kiképzését. Önkéntes munkát végzett Felső Zsolcán a Sajó és a Boldva 2010-es kiömlése után, illetve lelki gondozói csoportot vezetett a Kolontár és Devecser térségében bekövetkezett vörös iszap katasztrófát követően. János atya Balatonfüredre 3 évnyi keszthelyi szolgálat után érkezett. 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt voltam itt ebben a templomban egy német-magyar nyelvű eskü és keresztelő kapcsán. És azt jutott eszem, hogy én már itt jártam ebben a templomban, és hogy egy nagyon szép templom az, ahol a következőkben szolgálhatok. Ez volt az első kép bennem a településről, maga a templomnak a belseje, és az, hogy egyszerűen jó volt ide bejönni. A templom története nekem azért is nagyon szép, mert hogy egy teológiai tanár volt az, aki ide érkezett, és ennek a templomnak a megépítésében nagyon sokat tett. És én is teológiai tanár vagyok, így valahogy így közel érzem az építőt saját magamhoz. János atya úgy véli, hogy Balatonfüreden 5-6 ezer katolikus él, akiket a közösség aktív tagjává szeretne tenni. Az életemhez hozzátartozott, hogy különböző kiállításokat próbáltam szervezni, és nagyon vágyom arra, hogy itt is legyen egy olyan tér, ahol különböző kortárs képzőművészek meg tudják saját magukat mutatni. Illetve én családterapeutaként is dolgozom, és nagyon vágyom arra, hogy ennek a terét valahogy mélyebben ki tudjuk itt aknázni. Veszprémben is dolgozom, mint családterapeuta és családpasztorációs referens, és nagyon szeretnék családokkal valahogy intenzívebben találkozni. János atya lelki vezetéssel és gondozással is foglalkozik, amit szintén szívesen belesző a város életébe. Az új plébános tanárként dolgozik a Veszprémi és a Győri Hittudományi Főiskolán, illetve pszichológus növendékeket tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, de az iskolarendszeren kívüli teológiai ismeretanyag bővítését is fontosnak tartja.